Napirend előtti felszólalásában a Fidesz-KDNP frakció vezetője a 2007-2013-as uniós programozási időszakról szólt. Lipők Sándor kiemelte, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a megítélt támogatási összeg 527 milliárd forint, ebből már több mint 506 milliárd forintot kifizettek. Szintén napirend előtti felszólalásában a jobbikos Földi István a megyei tömegközlekedésről szólt. A megye közlekedését, hogyha vizsgáljuk, a megye két nagyobb települése, ugye a két legnagyobb városa, Nyíregyháza és Mátészalka közötti problémákról beszéltem a mai napi rendelőtti felszólalásomban, aminek a lényege az, hogy a hétvégét érintően nagyon nehéz a közlekedés ugye a két település között és a közötte lévő településeken, mert a javaslatomat téve pártpolitikán kívül kértem a megyei közgyűlés elnökét, hogy mi hamarabbi ugye erőlépést tegyünk ennek a problémának a megszüntetésére, aminek a következménye az lett, amit nagyon szépen megköszönök az elnök úrnak is, hogy a 2016-os üléstervre ugye ezt be is vették. Reméljük, mi hamarabb megoldódik ez a súlyos probléma. A közgyűlésen elhangzott, megszűnik az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség közhasznú non-profit korlátolt felelősségű társaság. A közgyűlési elnök televíziónknak elmondta, az ügynökség betöltötte azt a küldetést, amiért létrejött. Már nincsenek regionális fejlesztési programok, hiszen többek között a terület- és településfejlesztési operatív program is megyei alapon szerveződik. A megszüntetéssel kapcsolatos aggályokat tárgyaltam elég hosszasan valóban a közgyűlés, komoly pénzügyi kérdések merülnek fel, hogy a végső soron a tulajdonosok, a megyei kormányzatok vagy az állam állja a megszüntetéssel kapcsolatos minden költséget. Arra igyekszünk, azzal teszünk, arra irányul minden igyekezetünk a megyei közgyűlések részéről, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés részéről is, hogy az utolsó fillérig a fenntartó, illetve bocsánat, a SLA szerződés birtokosa az állam fizessen ki minden egyes fillért ez ügyben. Tehát a tulajdonosoknak legyen olyan kötelezettségük, amiért nekik kellene aztán majd néhány hónap múlva jót állni. A regionális fejlesztési ügynökséggel kapcsolatosan Helmeci László képviselő is szólt a közgyűlésen. Nekünk az a feladatunk a megyébe ezután, hogy egy saját ügynökséggel dolgozzuk ki azokat a pályázatokat, azokat a feladatokat, amelyek a megyének a megfelelő vállalkozóknak megfelelő hasznot fogják hajtani. Mi az akkori megyei vezetés nagyon ellenezte az Észak-Alföldi régió felállítását régióról. Ma már úgy tűnik, hogy nekünk van igazunk, hogy talán a 1000 éves vármegye rendszerbe kell gondolkozni ismét, saját ügynökségbe, stb. Persze most nem akarom én ezt elviccelni, hiszen ott emberek sorsáról van szó, de hát ezt a végelszámolás körében majd igyekezni fogunk úgy megoldani, hogy ez azért zökkenőmentes legyen, de minden esetre ez a munkaszervezete az Észak-Alföldi régiónak, mi három megyés volt, ez fog megszűnni. A közgyűlésen foglalkoztak a megyei önkormányzat rendkívüli támogatása jogcímen benyújtott pályázati eredményéről is. Az MSZP-s Veres János kiemelte, idén nyáron 65 millió forintos igényt nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, és mindössze 24 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült decemberben. Megyénként átlagot kapott Szabolcs-Szatmár-Bereg, hiszen 500 millió forint áll rendelkezésre a költségvetésben erre a célra, hogyha azt megnézzük, hogy a megyék között ha szétosztják arányosan, akkor lényegében a 24 millió forint, az pontosan egy átlagos mérték a mi megyénknek, amit kapott, és én azt gondolom, hogy egyrészt a megye nagysága, másrészt a megyének a hátrányos helyzete indokoltá teszi azt, hogy ne ennyi összeget, hanem ettől nagyobb összeget kapjon Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Ilyen értelemben az összeget én keveseltem, és úgy gondolom, hogy vagy lobby hiány, vagy valami más ok játszott abban szerepet, hogy mi megyénk a 65-tel szemben 24 millió forintot kapott ebben az évben kiegészítést. A közgyűlésen elhangzott, a testület december 22-ig 5 rendes és 1 rendkívüli ülést tartott. A testület ülésein 82 napirendi pontot tárgyaltak meg, 9 rendeletet alkotott és módosított a közgyűlés, és 64 határozatot hozott. A közgyűlés elfogadta a 2016. évi üléstervet is, ennek alapján a következő ülést februárban tartják.